Business Café Podcast. Kezd a reggelt inspiráló gondolatokkal vállalkozás és marketing témákban. Szia, szép reggelt kívánok! Az én nevem Csont Attila, és ez a Business Café Podcast 36. epizódja. A mai részben beszélgessünk az emberi kapcsolataidról. Jó, nyilván nem akarok belemenni a részletekbe, de nagyon fontos az, hogy az, amilyen szinten vagy most az életben, a hozzád legközelebb álló 5 embernek az átlagát mutatja meg. Szóval nézd meg most, hogy mennyire vagy megelégedve az életeddel, nézd körbe, hogy most milyen emberek vesznek téged körbe, és hogyha nem vagy kellően megelégedve, és szeretnél egy magasabb szintre lépni, akkor a mai videóban, meg a mai podcastben be fogom mutatni, hogy milyen módon tudsz új emberekkel kapcsolatba kerülni, akik magasabb szintre fognak majd téged emelni. Első lépésként a legfontosabb lépés, hogy neked kell leírni egy papírra, és ez fontos, nem csak elég kigondolni, hanem írd le egy papírra, hogy milyen emberré akarsz válni. Hol látod magad 3-5 vagy akár 10 év múlva? Mert hogyha ez nincsen leírva, akkor ugyanúgy, mint a céltalan ember, egyszerűen csak sodródni fogsz az életben. Hogyha viszont ez le van írva, és tudod kristálytisztán, hogy milyen emberré akarsz válni, akkor már tudsz konkrét lépéseket tenni annak érdekében, hogy közelebb kerülj ebbe az adott státuszba. És a másik ok, amiért nagyon fontos, hogy ezt leírd, hogy akkor már szét tudsz nézni az ismerősi körödben, hogy kik azok, akik már ezt az életet élik, akik már ezen a szinten vannak. Mert akkor mit kell csinálni? Hát nyilván akkor ezekkel az emberekkel kell felvenni a kapcsolatot, és egy jó baráti viszonyt kialakítani velük. És hogyha le van írva, hogy milyen emberré akarsz válni a következő 3-5-10 évben, vagy milyen életet szeretnél élni, és az is le van írva, hogy kik azok az emberek, akár a közvetlen környezetedben, akár máshol, akik már ott tartanak, és az az életet élik, amire te vágysz, akkor a következő lépés, hogy kezd el azt összegyűjteni a gondolataidat, hogy ezekkel az emberekkel, hogyha felvennéd a kapcsolatot, akkor mit tudnál nekik adni, hogy jobbá tedd az ő életüket. Mert nyilván, hogyha egy sikeres embert meg fogsz keresni, és csak azt mondod, segíts nekem gazdaggá válni, akkor szerintem el fog rendesen majd hajtani. Hogyha viszont azzal a fajta alázatossággal fogod megkeresni őt, hogy megnézd, hogy őt hogyan tudnád szolgálni, hogyan tudnád boldoggá tenni, hogyan tudnál az ő kedvébe járni, akkor ő nyitott lesz akkor a te társaságodra. Szóval mindenképpen az adakozó mentalitást próbáld akkor már itt gyakorolni. Erről is készítettem már egy videót, meg van erről egy könyv, az adakozó, ezt majd be fogom linkelni a videó alá. És nagyon fontos, hogy akkor ezt a fajta mindsetet ültesd át a gyakorlatba, mert ezzel fogsz tudni olyan emberekkel megismerkedni, akik magasabb szinten vannak, mint most te. És van egy jó hírem, ugyanis nem szükséges neked 5 teljesen ismeretlen, nálad sikeresebb emberrel megismerkedni és felvenni velük a kapcsolatot és a bizalmukba férkőzni. Hogyha egy emberrel ki tudsz alakítani egy jó bizalmi kapcsolatot, akkor ő már tovább fog majd vinni az ő baráti körében, az ő ismerősi körébe. És van egy ilyen alapelv, hogy hasonló-hasonlót vonz. Egy sikeres embernek sok sikeres ember ismerőse van. És hogyha egy sikeres emberrel már jobban tudsz lenni, akkor ő majd tovább tud vinni az ő kapcsolatrendszerébe. És szépen így fogsz majd tudni hatványozottabban építkezni. A következő tippem, hogy kezdj el egy mastermind csoportot, egy mesterelme csoportot kialakítani azokból az emberekből, akik az újdonsült ismerőseid, az újdonsült barátaid lettek, akik nyilván magasabb szinten vannak, mint te. Mert ezekkel az emberekkel, hogyha havi rendszerességgel egy 3 órát eltöltesz, akkor olyan tanácsokat, javaslatokat fognak majd neked adni, meg nyilván olyan kapcsolatrendszerbe fognak majd tudni téged behozni, ami segítségével sokkal magasabb szintre fogsz tudni majd kerülni. A következő javaslatom, hogy kezdj el felépíteni egy mesterelme csoportot, egy úgynevezett mastermind csoportot. Ez azért fontos, mert akkor ezáltal olyan emberekkel fogod tudni körbevenni magad, akik legalább azon a szinten, vagy inkább magasabb szinten vannak, mint te, és akkor rengeteget fognak tudni majd neked segíteni egy-egy probléma megoldásában. És nagyon fontos lenne, hogy a következő napokban, hetekben próbálj összegyűjteni 4 vagy inkább 6 olyan embert, akikkel egy mastermind csoportot létre tudnál hozni, akik magasabb szinten vannak, mint te, és havi rendszerességgel üljetek össze, és dobjatok be mindannyian egy-egy kérdést, és akkor a többi 5 vagy 6 ember pedig ennek az adott kérdésnek a megválaszolásában tudnak majd segíteni. És ezzel fogod tudni majd azt elérni, hogy hónapról hónapra mind a gondolkodásmódod, mind pedig az eredményeid az egekbe fognak majd szárnyalni. Köszönöm szépen, hogy megnézted a mai Business Café podcastet, holnap jövünk a következő résszel, addig is sikeres megvalósítást és jó vállalkozásépítést kívánok!